Több út is épül, illetve megújul Szekszárdon, ugyanis a Magyar Közút Nonprofit ZRT és a város önkormányzata konzorciumi megállapodást kötött a terület és településfejlesztési operatív programban megvalósuló országos közutak felújítására, illetve új bicikliutak építésére. Az egyik beruházás a 6-os útról Pécs irányából bevezető kemping melletti útszakasz rekonstrukciója. Emellett épül a Szekszárdot Őcsényt és Decset összekötő út két szakasza. Az egyik a csörgetói csomóponttól a húsiparig, a másik a tejipartól az M6-os autópályáig. A negyedik a 7 kilométeres kesejűsi út teljes korszerűsítése az autópályától a Gemenci turisztikai központig. A felújítás pontosan azt akarja, hogy burkolatcserét végzünk, ahol szükséges, mert teherbírási problémák vannak ott. Az alapokat is cseréljük, patka, vízelvezető rendszerek, illetve műtárgyaknak a felújítása történik meg. Ezzel párhuzamosan a 8,8 km hosszban új nyomvonalon új kerékpárút is épül, ami pontosan azt jelenti, hogy a tejipari vállalattól az M6-os autópályáig lesz az első szakasz, illetve az M6-ostól a Gemenci szabadidőközpontig lesz a második szakasz. Teljes kiépítéssel és kialakítással. A több mint 4 milliárd forintos beruházása a Tolnai vármegye székhelyet köti össze az egyik legnépszerűbb turisztikai központtal, ahonnan két keréken akár Domboriig is el lehet jutni. Gazdasági szempontból nagyon nagy jelentősége van, mert így biztonsággal tudják megközelíteni a járművek Szekszárd városát és az ipari parkot is. Másik része a dolognak, amit meg kell említenem még, hogy Szekszártól az autópályáig most már nagyon sok üzem létesült, és bízom benne, hogy az ipari park is minél hamarabb be fog népesülni, és így az ott dolgozók is biztonsággal kerékpárral is el tudják érni a munkáit. Horváth István Tolna vármegye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője elmondta, ezzel a fejlesztéssel Szekszárd belvárosa gyakorlatilag össze lesz kötve az országos kerékpárút hálózattal, hiszen egészen Bajáig Bács-Kiskun vármegyébe is el lehet biztonságosan tekerni. És ami fontos, hogy az autópálya és a város közötti szakasza az erősíti a szekszárdi gazdasági szerepét is ennek az útnak, hiszen minden autópálya M6-os lejáró jó állapotban van. Ez az egyik legforgalmasabb, de legrosszabb állapotú leágazás, így ez is teljes egészében meg fog újulni. A tervek szerint a munkálatok 2023 év végéig befejeződnek.